elmaradunk Európától. Egy férfi átlag életkora 72 év, a nők 6 évvel tovább élnek Magyarországon. Évadnyitó társulati ülés. A nagy színpadon 5, a kamarában pedig 4 bemutatót láthat majd a közönség a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. Gyors hajtókat figyelnek, csütörtökig Magyarország egész területén ellenőrzik a megengedett sebesség betartását. Egy férfi átlag életkora 72 év, a nők 6 évvel tovább élnek Magyarországon, derül ki a KSH adataiból. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az életkor emelkedik hazánkban, de még így is 5-6 évvel elmarad az európai átlagtól. Az élethossz növekedése összefüggésbe hozható az orvostudomány fejlődésével, a szűrőprogramokkal és az egészségtudatosabb életmóddal. Vérnyomás és vércukormérés, látásvizsgálat, néhány olyan rutin szűrés a házi orvosnál, amit ma már nem csak a 40 év felettieknek ajánlanak. A népbetegségek ugyanis, mint a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek már a fiatalabbakat is érinthetik. A családorvos az első szűrő, ahol időben kiderülhetnek a betegségek és elkezdhetnek egy korszerű terápiát, amivel együtt lehet élni, mondják a szakemberek. Itthon az orvosi praxisok technikailag és szakmailag is folyamatosan fejlődnek. Használják azokat a tudomány adta vívmányokat, ehhez rendszereket, ugye, amelyeket kifejlesztettek. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy ez egy jó dolog, hogy emelkedik a várható élettartam, de ezeket az eszközöket, lehetőségeket használni kell tudni. Tehát egy egyszerű vérnyomás monitorozás, ami a betegnek az otthonában történik, azt a háziorvos be tudja állítani, vagy a vércukor. Tehát ugye mindezek csökkentik azokat a rizikókat, ami később fog jelentkezni. Ez pedig már a kórház 24 órás szívkatéteres laborja, ahol diagnosztizálják a szív megbetegedéseit és fellelhetik az erek elzáródásait, és mielőbb be is avatkozhatnak a szív- és érrendszeri problémák esetén. A korszerű kezeléssel csökkentették a szívinfarktusos halálozások számát, és ezzel növelhető a beteg várható élettartama is. A KSH adatai szerint növekedik az élethossz, de még így is 5-6 évvel elmarad az európai átlagtól. Az emelkedés az orvostudomány fejlődésével nagyon szorosan összefügg, főleg a szív- és érrendszeri betegségek gyógyításában nagyon sokat fejlődött az orvostudomány. Nyilván szerepe van az életmódnak, az életvitel változásának, az itt tapasztalható fejlődésnek, hiszen fejlődnek ezek a kultúránk is. Nem véletlenül például a mediterrán országokban lényegesen magasabb az átlag életkor, és nem feltétlenül csak a gazdasági fejlettséggel van ez összefüggésben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakosság élettartama 1-2 évvel elmarad az országos átlagtól, a megyében ezért is fontos a szűrőprogramokon való részvétel. A nők mellett a férfiak figyelmét is felhívják arra, hogy vegyenek részt a szűrőprogramokon, hiszen a daganatos megbetegedések száma növekszik itthon. A betegség korai felismerése életeket menthet. A gyógyulási esély természetesen jelentősen nő. Minél hamarabb felfedezzük a daganatot, annál nagyobb az esélye annak, hogy gyakorlatilag túlélés van, és akár teljes gyógyulás. Tehát ettől most nem megijedni kell, amikor kiszűrnek valamit, hanem azt, hogy ha helyben in situ megtalálnak egy daganatot, az kezelhető, ha más nem operálható. Ha már áttéte van egy daganatnak, az eljutott a nyirokcsomóig, esetleg más szövetekig, sejtekig, akkor már itt nagy bajok lehetnek, ott már nem biztos, hogy a kemoterápia mellett is a túlélés az sok évvel meghosszabbítható. 2017-től indul a vastagbéldaganatok szűrőprogramja, amely a házi orvosok és a szakorvosok kompetenciája lesz. A statisztikák egyébként azt is mutatják, hogy a gazdaságilag fejlettebb régiókban magasabb az élettartam, ám fontos látni, hogy az egészségtudatosság és az életmód is befolyásolja, ki hány évet élhet meg. Társulati üléssel kezdődött meg kedden a Móricz Zsigmond Színház új évada. 35 évvel ezelőtt lett önálló társulata a teátrumnak, ebből az alkalomból ünnepi vendégelőadások is érkeznek Nyíregyházára. A nagy színpadon 5, a kamarában pedig 4 bemutatót láthat az idei szezonban a közönség. Az elmúlt évad vége és a nyári sikereket hozott a Móricz Zsigmond Színház életében. Hangzott el az évadnyitó társulati ülésen. Kirják Róbert, a színház ügyvezetője elmondta, a Túlzajos Magány című előadás részt vett a Pécsi Országos Színházi Találkozón, főszereplője Horváth László Attila, Básti Lajos díjat kapott.
A szabadtéri nyár 9 előadásának bevétele több mint 19 millió forint volt. A támogatóknak és a pályázatoknak köszönhetően idén is folytatják majd nevelési és akadálymentesítési programjukat, és várhatóan több helyszínre eljutnak Hrabál, Pécsen is sikert aratott művével. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere köszöntőjében kiemelte, az önkormányzat fenntartóként továbbra is támogatja a teátrum működését. Az igazgatói pályázatról októberben dönt a megyeszékhely közgyűlése. A premierek mellett olyan vendégelőadásokat is láthat majd a nagy érdemű, amelyek a 35 éves évfordulóra érkeznek. Vendégül látjuk a Szatmár Németi Színháznak a Mágnás Miska című előadását, illetve a Nemzeti Színház Vitézi Lélek című előadását. Bízunk benne, hogy ez a két előadás olyan különleges lesz, hogy a nyíregyházi nézőknek is emlékezetesebbé teszi a 35. évfordulóját az önálló társulatnak. Az első nagyszínpadi bemutató a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című musical lesz, amely az 1973-as Míg Színházi bemutató óta siker a hazai színpadokon. Ladányi Andrea koreográfus szerint a nyíregyházi közönség igazi 21. századi képi és hangzásvilágban ismerheti meg ezt a mára már klasszikussá lett darabot. Én nagyon szeretek a korral haladni. És borzasztóan, de meg akartam tanulni, hogy tulajdonképpen jelen pillanatban melyik azok a tánc irányzatok, meg stílusok, amik a maiak, amikben természetesen van lassú, szépség, páros dolgok, úgyhogy ebben a világban kívánom feltenni, és azt gondolom, hogy nagyon, nagyon, nagyon méltó lesz ahhoz, hogy egy mű fent tud maradni most már a 43. éve. Az első bemutatókat október elején tartják majd, de a színház szerelmesei addig sem maradnak élmény nélkül, hiszen pénteken már elkezdődik a 15. Vidor Fesztivál. Sóstói fejlesztésekre összesen mintegy 5 milliárd forintnyi, főként Európai Uniós forrást fordított az elmúlt több mint egy évtizedben a megyeszékhely szocialista, majd fideszes városvezetése. Ennek ellenére a városrészben több terület is lepusztult, omladozó és gazos. Erre hívta fel a figyelmet sajtótájékoztatóján Csabai Lászlóné, az MSZP városi elnökségének tagja. Olyan területek rendezetlenek, aminek semmi oka nincs, hogy olyan legyen. Ilyen a mostani Erzsébet szálló, korábbi parkszállónak a fürdő része, ilyen a 6 éve nem működő Krúdi Vigadó, ilyen az anyás csecsemő otthonnak a épülete és a kertje, ami magasan van a gyom, valószínű, hogy fertőző gyomok is vannak benne, és ilyen az a platánsor is, aminek a emléktáblája már kétszer kicserélésre került, csak éppen a fákat nem locsolták, és a fák egy része gyakorlatilag kiszáradt az elmúlt két évben. A rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást, amelyet a Jobbik Magyarországért mozgalom feljelentése alapján kezdeményeztek a nyíregyházi Józsa András Tömb kórház felújítása kapcsán. A párt radioaktív anyaggal való visszaélés, környezet és természetelleni bűncselekmény, valamint közokirathamisítás miatt tett feljelentést. Apáti István kifogásolhatónak tartja a nyomozás lezárását, ezért panasszal élnek az eljárás miatt. Mi panaszt tettünk ezen megszüntető határozat ellen, hiszen továbbra is úgy gondoljuk, hogy kellő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy a gyorsító berendezések és az építési törmelék veszélyesen sugárzó mi voltát tudjuk bizonyítani. Véleményünk szerint veszélyes volt és lehet az a törmelék, amelyet lehet, hogy beépítettek, az is, amelynek egy részét elszállították, és az is, amelyeket szállítás engedélyek nélkül szállítottak el. Sebességmérő akció az utakon, a napokban hazánk egész területén ellenőrzik a megengedett sebesség betartását. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több helyszínen találkozhatnak a közlekedők rendőrökkel és mérőeszközökkel. Az úgynevezett TISZPOL akció 3 napon keresztül augusztus 23-a és 25-e között tart. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata, azaz a TISZPOL műveleti csoportjának akcióterve alapján újra 3 napos ellenőrzést tartanak az utakon, többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is.
Most elsősorban a megengedett sebesség megtartását vizsgálják. Ezek a felvételek Nyíregyházán a 41-esen, azaz az Orosi úton készültek. A mérőeszköz röviden csak VHKKEP, azaz változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzőpont, ezzel több mindent tudnak figyelni a rendőrök. Ellenőrzik a járművek sebességét, valamennyi eszköz ilyenkor bevetésre kerül a megyébe, illetve a fix kapuk is működnek ilyenkor teljes üzemben. A kollégáink leállítással mérnek sebességet, tehát minden szabálysértést, illetve szabályszegést elkövető járművezetői megállításra kerül, megállapítják a járművezetői személyazonosságát, kikövette el a szabályszegést, természetesen ittasságot ellenőriznek és átnézik a járművet, okmányokat ellenőriznek. Egy másik helyszínen már a gyorshajtókat állítják meg a rendőrök. Ez az autós 50 helyett 56-tal ment papírjai ellenőrzése és szondafújás után, azaz pár perc múlva már tovább is mehetett, most megúszta egy figyelmeztetéssel. A legtöbben szabályosan közlekedtek és jónak tartják, hogy ellenőriznek. Szerintem jó dolog az, hogy a rendőrök ellenőriznek, főleg itt a 41-esen, mert sok szabálytalankodó van. Én általában betartom, mivel az egyik oldal az, hogy nem is szeretek gyorsan hajtani, nem is szoktam, meg az autóm se nagyon megyen gyorsabban. Így tehát én azt mondom, hogy szükség is van rá, és én díjazom, ha itt vannak. Az úgynevezett Tiszpol akció 3 napon keresztül augusztus 23-a és augusztus 25-e között tart. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több helyszínen találkozhatnak a közlekedők rendőrökkel, mérőeszközökkel. 40 millió forintból újult meg a Szabolcs Takarék Szövetkezet nagyecsedi fiókja. A beruházás rekordidő mindössze egy hónap alatt készült el a szatmári városban. A teljes körű felújítás magába foglalja az infrastruktúrális fejlesztést, az energetikai korszerűsítést és a bankbiztonság megújítását is. Így nézett ki a szövetkezet épülete, ezt mindössze egy hónap alatt újították fel itt Nagyecseden. A beruházás összesen 40 millió forint értékű volt, a településen ez az egy pénzügyi szolgáltató van jelenleg. Nagyon friss még a település életében a Szabolcs Takarék, hiszen nemrég egy fúzió kapcsán integrálódott a Nagyecsedi és Vidéke Takarék Szövetkezet a Szabolcs Takarékba, alig több mint egy éve, és hát egy egész jelentős változásnak lehetünk tanulni itt a mai nap folyamán, hiszen nem csak a szolgáltatása bővült, és nem csak a pénzügyi háttere biztosodott, nem csak a mérleg főösszeg lett sokkal nagyobb ezáltal a szolgáltató részéről, hanem most a mai nappal elmondhatjuk, hogy küllemében fizikálisan is teljesen megújult ez a szolgáltatás, és ma Nagyecseden egy olyan bankfiókot, egy olyan kirendeltséget tudhatunk magunkénak a városba, ami azt gondolom, hogy a 21. század követelményeit minden tekintetben kielégíti. A teljes körű felújítás magába foglalja az infrastruktúrális fejlesztést, az energetikai korszerűsítést és a bankbiztonság technikai megújítását is. A fiók modern megjelenést is kapott, amely hasonló a szövetkezet többi irodájához. Ezeken túl az épület oldalában elhelyezett ATM-et is kicserélték. A Takarék Szövetkezet 34 településen érhető el, ahol összesen 160 munkatárs dolgozik. Nagyecsed nagyon komoly láncszeme a Szabolcs Takarék Szövetkezeti hálózatnak. Több mint 1,3 milliárd forint megtakarítást kezelünk itt. Ezen túl állampapírok, értékpapírok vásárlására is van mód, ez is több 100 millió forint értékű, és 1300 lakossági ügyfélnek nyújtunk itt szolgáltatást. A pénzintézet célja, hogy minden településen ugyanaz a szolgáltatás legyen elérhető bárki számára, attól függetlenül, hogy vidéken vagy egy nagyvárosban szeretne bankolni, hangzott el a megnyitón. A Szabolcs Takarék Nagyecsedi fiókjában 5 kolléga várja az ügyfeleket, teljes körű kiszolgálással, betéti ügyintézés, számlaügyintézés, személyi kölcsönök, jelzálók, hitelek, befektetési ületek. Tehát, hogyha bárkinek bármiféle napi pénzügyi kérdése van, problémája van, bejönnek, segítünk, megoldjuk, kitaláljuk a megoldást mindenki számára. A pénzintézet a jövőben folytatja a még felújításra szoruló kirendeltségeinek korszerűsítését. Leonard Gerse a Pillangók szabadok című művét láthatja néhány estén át a közönség a Nyíregyházi Művész stúdióban. Az előadást a Móricz Zsigmond Színház támogatásával egy külső produkció hozta létre. A darab szereplői Pregicer Fruzsina, Bende Kinga és Vaszkó Bence, utóbbi az előadás rendezője is egy személyben. Az elhangzó dalok zenéjét Olajos Gábor szerezte. Ezek a falak papírból vannak.
Nem, köszönöm, nem régi vita. Úgy értettem, hogy nekem? Persze, jöjjön át! Don, a jómódú, értelmiségi családból származó fiatal, szeretne önálló életet élni, ezért elköltözik otthonról albérletbe. A szomszédja egy lány, Jill, álmait követve színésznőnek készül. A két fiatal lakását mindössze egyetlen ajtó választja el egymástól, amit megismerkedésük után kinyitnak. Így kezdődik a Pillangók szabadok című előadás. Az MJ produkció vezetőjének, Munkácsi Juliannának régi vágya volt, hogy közel 4 évtizedes szakmai tapasztalattal producerként is kipróbálja magát. Leonard Gerse sikeres művét több évvel ezelőtt látta a Thália Színházban, és a témát fontosnak találva kérte fel a Móri Zsigmond Színház művészeit a darab létrehozására. A fiú, akit alakítok benne, az abban az élethelyzetben van, ami ez a tűfokán effektus, amikor éppen nő fel valaki. És ugye nagyon nehéz, benyomások érik, tehát elhagyják szerelmi bánattól, elkezdve kinyílik a világ, szóval egy olyas fajta összetett helyzet, ami nagyon izgalmas, és hát ezt így alakítani, ez külön jutalom. Don édesanyját Pregicel Fruzsina alakítja az előadásban. A színésznő maga is hasonló élethelyzetben van. Darab életének azon fázisáról szól, amikor szembesül azzal, hogy most jó-e így szeretni a gyermekét, vagy másképpen kellene. Nem akarok többet elárulni, de számomra nagy ajándék. Én, aki anya vagyok, épp most próbálom elengedni a fiamat egy másik városba kollégistaként, és ez számomra egy terápiás szerep éppen ezért. Az alkotók szeretnék felhívni a figyelmet az elfogadás fontosságára, ezért a fogyatékkal élő nézőket is várják az előadásra. A premier után a tervek szerint az ország több pontján és fesztiválokon is bemutatják majd a produkciót. Tizennégy saját nevelésű játékossal és egy később érkező légióssal vág neki a szeptember közepén rajtoló NB1-B-s bajnokságnak a Nyíregyháza Blue Sharks. A kosárlabda csapat sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a következő szezon az építkezésé, a cél pedig a rájátszásba kerülés. Új osztályban, új csapattal és átalakult, pontosabban alakuló háttérrel készül az NB1B keleti csoportjára a nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. Sitko Ernő szakmai igazgatóként és ügyvezetőként, Siska János pedig vezetőedzőként dolgozik a kékcápák sikeréért. A szezont felvezető sajtótájékoztatón kiderült, hogy a sportág első két osztályát tekintve egyedülálló módon csak saját nevelésű játékosok alkotják a keretet. Hozzájuk csatlakozik még egy külföldi kosaras, de a vezetőknek nem csak a pályán történtekre kell figyelniük. A csapat hátterének is teljesen új alapokat kell kapnia. Azon dolgozunk, hogy olyan támogatói kört tudjunk kialakítani, akik meg tudják teremteni ezt a biztonságos alapot, ami alapján működhet a csapat, és elindulhatunk újra annak irányába, hogy visszakerüljünk az A csoportba. Természetesen a végső cél, a munkánknak a végső célja mindenképpen az, mi is a legjobbak között szeretnénk szerepelni, és úgy gondolom, hogy Nyíregyháza város alkalmas is arra, hogy A csoportos kosárlabda csapatnak adjon otthont. Ehhez a feltételeket meg kell teremteni, úgy az anyagi háttérfeltételeket, mint a játékos feltételeket. Nem lesz egy rövid folyamat, de nagyon örülnék annak, hogyha minél kevesebb időt venne igénybe. A csapat rangidős játékosára, Nagy Krisztiánra is több feladat hárul a korábban megszokottnál. Mindig nehezebb, rutintalanabb vagy fiatalabb játékosokkal együtt dolgozni, hiszen ők még nem annyira felkészültek mentálisan, és inkább ez a mentális megterhelés jelent nekik nagyobb problémát. Bush Ivánnal karöltve próbálunk nekik ebben segíteni, hogy hogyan tudnak teljesen koncentrálni edzéseken, illetve majd a mérkőzéseken, és próbálunk egy olyan csapat kohéziót, illetve egy csapatszellemet kialakítani, amiben mindenki jól érzi magát, nem kell, hogy görcsöljön, és tudja teljesíteni azt, amit tőle elvárnak. A 17 esztendős Fazekas Csaba a B csoportos Európa-bajnokságot követően a megkeresések ellenére maradt nevelőklubjánál. A tavalyi évben nagyon jó felkészülést kaphattam Sitka Ernőtől és Siska Jánostól. Szerintem ezért is kerülhettem be
idén az U18-as válogatottba, és szerintem más csapatoknál ezt a felkészülést nem biztos, hogy meg tudnám kapni. És ugyebár nagyon jó körülmények lesznek itt Nyíregyházán, és ezért szeretnék itt maradni és segíteni a csapatot. A Nyíregyháza Blue Sharks kedden Egerben játszó első edzőmeccsét, majd pénteken a román első osztályban szereplő Nagybányát fogadják a Bemiskolában Nagy Krisztiánék. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket. Még egyszer, röviden. Egy férfi átlag életkora 72 év, a nők 6 évvel tovább élnek Magyarországon, derül ki a KSH adataiból. Az életkor emelkedik hazánkban, de még így is 5-6 évvel elmarad az európai átlagtól. Az élethossz növekedése összefüggésbe hozható az orvostudomány fejlődésével, a szűrőprogramokkal és az egészségtudatosabb életmóddal. Társulati üléssel kezdődött meg kedden a Móri Zsigmond Színház új évada. 35 évvel ezelőtt lett önálló társulata a teátrumnak, ebből az alkalomból ünnepi vendégelőadások is érkeznek Nyíregyházára. A nagy színpadon 5, a kamarában pedig 4 bemutatót láthat az idei szezonban a közönség. Sebességmérő akció az utakon, a napokban hazánk egész területén ellenőrzik a megengedett sebesség betartását. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több helyszínen találkozhatnak a közlekedők rendőrökkel és mérőeszközökkel. Az úgynevezett TISZPOL akció 3 napon keresztül, augusztus 23-a és 25-e között tart. A Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 23-án, kedden. Friss hírekkel szerda este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is böngészik honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, a következő napokban döntően anticiklon, leszálló légmozgás alakítja térségünk időjárását, így szerdán többnyire száraz, 1-2 fokkal melegebb levegő áramlik fölénk. Éjjel derült idő várható csapadék nélkül az északias szél átmenetileg megerősödik, csak kevés helyen várhatók élénk széllökések. Reggel általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben csak kevés gomoly felhő zavarja a napsütés, de esni ezekből sem fog. Az északi szél megélénkül többfelé megerősödik, délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, szerdára megszűnik a fronthatás térségünkben. A jövő hét elejéig elkerülik a Kárpát-medencét a légköri frontok, egy nagy kiterjedésű anticiklon többnyire száraz, egyre melegebb levegő alakítja időjárásunkat, jobbára derült lesz az ég, napos száraz időre van kilátás a következő napokban, fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés, a hétvégére már-már kánikula várható, ugyanakkora már hosszabb éjszakákon átmenetileg felfrissül a levegő.